Jó estét kívánok ez a Kanizsa TV híradója. November 30-án kedden nézzük a legfontosabbakat. Mentőhelikopter a Balatoni utcán nem sikerült megmenteni az idős férfi életét. Horgászértékelő eredményes évet zárt a tógazda. Stop drágulás, csökkenteni az alapvető élelmiszerek áfáját a jobbik. És most jöjjenek a részletek. Életét veszítette az a férfi, akihez mentőhelikopterrel érkezett segítség ma délelőtt a Balatoni utcán. Az intézkedés alatt az érintett útszakaszt lezárták. Ahogy egy nézőnk felvételein is jól látható, mentőhelikopter ereszkedett le a Balatoni úton, majd nem sokkal később egy mentőautó is megjelent a helyszínen. Az útszakaszon a forgalmat elterelték. Mint azt az országos mentőszolgálattól megtudtuk, egy idős férfihez riasztották őket, akinek az életét a hosszas újraélesztés ellenére sem sikerült megmenteni. csökkenteni az alapvető élelmiszerek áfáját a jobbik. A párt képviselői már benyújtották az erről szóló javaslatot a parlamentben. Az indítvány szerint 2022. január 1-től a tejtermékek, a zöldségek és a gyümölcsök árát a lehető legalacsonyabb 5%-os általános forgalmi adót terhelni. Már korábban elindította a Stop drágulás című aláírás gyűjtését a Jobbik, ezt követte nemrégiben a határozati javaslat. Berta Krisztián, a Jobbik választó kerületi elnöke szerint elodázhatatlan, hogy cselekedjen a kormány, hiszen az állandó áremelkedéssel a leginkább kiszolgáltatottabbak járnak a legrosszabbból. 5-5 lehetőleg alacsonyabb 5 ra kell ezt levinni a 27 ról csökkenteni kell azonnal az árakat, és mindenhol biztosítani kell azt, hogy legyen haza is a, a polcokon, mint hogy egyébként ezt már egy-két áruházlánc be is vezette nagyon helyesen. Miután az ellenzéki párt hivatalos formában is eljutatta a kormányhoz ezt a kezdeményezést, Berta Krisztián hangsúlyozta, a döntés a miniszterelnök kezében van. Mi a javaslatunkat megtettük, innentől már a Fidesz felelőssége, ha úgy tetszik, a Fidesz képviselőinek döntése az, hogy valóban megkívánják védeni a magyar családok pénztárcáját, és valódi kormányzást folytatnak, vagy pedig marad a politikai kommunikáció választásokig. Ahogy arról mi is beszámoltunk, a karácsonyi menü egyik elengedhetetlen kelléke, a hal is drágább lesz idén, mint tavaly. Ennek oka a nyári asszályos időjárás, valamint a gabona és az energiaár emelkedése. Megnövekedett bérleti és napi díjbevétel, rekordmennyiségű telepítés, környezetszépítés, helyi és országos versenyek több szakákban. Ez mind jellemezte a tógazda 2021-es évét. A beszámoló a múlt heti közgyűlésen volt terítéken. A képviselők itt arról is döntöttek, hogy a gazdálkodást idén átvevő Mohos és a város közötti kapcsolatért ezentúl Bodó László önkormányzati képviselő felel. Múlt héten a Magyarországos Horgász Szövetség konzultációra hívta a nagykanizsai egyesületek vezetőit, valamint az önkormányzat és a Via Kanizsa képviselőit. A fórum egyik apropója a beszámoló volt a nagykanizsai éves működésről, külön kitérve a megszervezett eseményekre és a pénzügyi oldalra. Az éves elszámolás adatai mindenki számára nyilvánosak. Részleteiben kitért a hallgazdálkodásnak a szegmenseire, milyen bevételek voltak, illetve kiadási oldal is meg lett jelenítve minden egyes tétel, ami a hallgazdálkodáshoz kapcsolódó volt. Örömmel láttuk, hogy a... A területi jegyek bevétele, ami a fő bevételi forrás a gazdálkodásban, annak a mértéke az jelentősen megnőtt az elmúlt évekhez képest. Ez adott lehetőséget arra, hogy a fejlesztések, illetve a haltelepítések is egy olyan volumentben tudtak növekedni, amit bízunk benne, hogy a horgászok elégedettségét hozza el. Az önkormányzati ülésen elhangzott beszámolót egy módosító javaslattal fogadta el a testület, amely szerint a kapcsolattartó Balog László polgármester helyett Bodó László önkormányzati képviselő lesz. Bodolászló úgy fogalmazott, folyamatosan nyomon követte a horgászok munkásságát a mohosszal történt szerződéskötés óta. Hozzátette, az éve frakció úgy döntött, tehermentesíteni kell a polgármestert, és rálátása miatt bízták meg őt ezzel a feladattal. A város a tulajdonos. Mi szakmai dolgokban nem szerettünk, illetve eddig se szóltunk bele, de mivel hozzánk tartozik a csonakázótó, ami egy közszolgálati tó, itt nem csak a horgászok érdekeit kell képviselni, hanem mellette még rengeteg olyan egyesület van, illetve a város lakóinak is a, az igényeit is ki kell elégíteni ennek a tónak. Ez az egyeztető fórumban egy koordináló szerepet vállaltam, illetve nekem az a feladatom, hogy a város érdekeit képviseljem. Az előterjesztést egy tartózkodással és 11 igennel fogadta el a közgyűlés. A horgásztársadalom számára pedig további jó híra a gazdálkodó részéről, hogy idén még egy telepítés várható a csónakázótónál. Az előttünk álló ünnepi időszak alatt is figyeljünk az egészséges étkezésre és a rendszeres testmozgásra, ugyanis ezzel megelőzhető a kettes típusú cukorbetegség kialakulása, hangsúlyozzák a szakemberek. Késmárki Nóra Kanizsai Dorottya Kórház osztályvezető főorvosa kiemelte, hazánk lakosságának körülbelül 10% a cukorbeteg és a kettes típusú betegség kialakulásának fő okozója az egészségtelen életmód. A cukorbetegség egy olyan anyagcsere zavar, amikor a szervezetben megszűnik vagy jelentősen csökken az inzulin termelés, mondta és már kínóra. A főorvos hozzátette, az egyes típus esetén az inzulin hiánya miatt lesz valakinek magas a vércukorszintje. A kettes típus során pedig a szervezet által termelt inzulin nem tudja a vércukorszint csökkentő hatását megfelelő mértékben kifejteni. Az utóbbi fő okozója pedig az egészségtelen életmód, ami nem csak a felnőtteket érinti, hanem a fiatalabb korosztályt is. A ének is befolyásolhatják a betegség kialakulását, ezért a szakorvos azt tanácsolja, akinek a felmenői között volt cukorbeteg, annak célszerű rendszeres vércukormérést végezhetnie. Idáig ugye nem volt rá nemzetközi meghatározás, hogy mikor tekintető valaki gyógyultnak, és most azt mondták, hogy akinek a, van egy olyan abból érték, hogy hemoglobiná AEC, ami az elmúlt három hónapnak mutatja az anyagcsere értékét, és hogyha ez a tartósan a kezelés abba hagyása után 6,5 alatt van, akkor azt lehet mondani, hogy valaki gyógyultnak tekinthető. Életmód terápiával lehet legkönnyebben elérni a gyógyulást, hangsúlyozzák a szakemberek. Ennek pedig az egészséges táplálkozás és a rendszeres testmozgás az alapja. Márfi Kinga dietetikus szerint a szénhidrát bevitel mellett a zsírbevitelre is oda kell figyelni. Egy téli időszakban, karácsonyi időszakban előtérbe kerülnek a zsírosabb ételek, a bőzsírban sült dolgok. Ezeknél ugyanúgy fennáll, hogy inkább, ha lehet, akkor a sütőben, sütőzacskóban süssünk. Hogyha mégiscsak panírozni rántani, bőzsírban sült dolgokat szeretnénk fogyasztani, akkor viszont a panírozásnál a fehér lisztet felválthatjuk teljes kérlésű liszttel. Márfi aki kiemelte, a karácsonyi édességek esetében se essünk túlzásba. Emlékeztetett arra is, hogy ma már egyre több olyan édességet árulnak, aminek csökkentett cukortartalma van. Most pedig nézzük, miről lesz még szó a híradóban. Advent veszélyei, munkába állnak a zsebtolvajok. Irány Párizs, 5. paralimpiáját is megcélozza az Borai Gyula. Leginkább pénzt és mobiltelefonokat próbálnak meg eltulajdonítani a zsebtolvajok az adventi vásárokban. Tóth László, az Alamegyei Rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési alosztályvezetője elmondta, ennek az időszaknak még mindig az egyik leggyakoribb csalása a zseblopás. Az ünnepi készülődés az otthonokban is körültekintést igényel. Ahogy arról beszámoltunk, az elmúlt egy hét során két halálos lakástűz volt Zala megyében. Bár csak időszakosan, de még mindig előfordul a zseblopás, főként a zsúfoltabb rendezvényeken, karácsonyi forgatagokon, figyelmeztet Tóth László. A rendőrség szakemberei ilyenkor kiemelten kérik, hogy a nézelődés és az ajándékvásárlás mellett mindenki vigyázzon az értékeire. Azt tanácsolják, hogy a pénzt és a mobiltelefont a kabát belső zsebébe vagy egy jól kialakított táskába rakják. Sajnos előfordulhatnak, hogy a zseblopók tevékenykednek ezeken a helyeken pénztárcánkat, iratainkat lehetőség szerint mindig a belső zsebünkben tartsuk. Figyeljünk oda, hogy a hölgyek a táskájukat úgynevezett szoros testi őrizetben tartsák maguk előtt legyen, és lehetőség szerint az egyik kezük legyen rajta. Fontos még, hogy megfelelő táskát válasszanak a hölgyek, akik ilyen helyekre mennek. Jó, hogyha minél több zsebben, minél több cipzárral ellátott, és annak egy külön belső zsebébe helyezzék el az értékes iratokat. Illetve Mint egy 30 olyan lakosa van Eszteregnyének, aki az idősebb korosztályba tartozik és egyedül él. Kele lajostól a település polgármesterétől megtudtuk, hogy a szomszédok és a falu szolgálat is minden nap tartja a kapcsolatot az idős helyiekkel. Bevásárolnak nekik, gyógyszert beszereznek nekik, melegét visznek minden nap, és folyamatosan a problémájukat próbálják megoldani. Természetesen az idősek azért a szomszédok is figyelnek egymásra, főleg ebben a adventi időszakban, ugye ez általában elég veszélyes ilyenkor a tűzesetek szempontjából. A kollégáim általában felhívják a figyelmet az időseknek, hogyha meggyújtják az adventi gyertyát, azt mondjuk ne este tegyék, hanem délután, nehogy elaludjanak, és ebből tűzeset keletkezzen. A polgármester hozzátette, ebben az időszakban egy összetartó közösség akár életmentő is lehet. Egyre népszerűbb a barfos, azaz a nyersetetés a kutyatartók körében. A kanizsai gazdák tapasztalata az, hogy folyamatosan több a túlszoporított és emiatt rengeteg problémával küzdő házi kedvenc. Több kutyatulajdonos szerint számos allergiás betegség kiszűrésére is kiválóan alkalmas a friss húsból, belsőségekből és zöldségekből álló menü. A kereskedelemben kapható állateledelek zöme mesterséges aromákat, színezékeket és különféle vegyi anyagokat tartalmaznak. A szakemberek szerint ezek nagy részét az állatok szervezeten nem képes feldolgozni, ezért rossz hatással vannak az immunrendszerükre. Ezzel szemben a bárfos módszer mellőzi a tartósítószereket és az adalékanyagokat. Ráadásul a legkisebb kutyafajtáknál is hatásos megoldás lehet. Attól, mert hogy ő csak másfél kiló, ő neki ugyanolyan az emésztőrendszere, mint egy nagy német juhásznak, tehát ugyanúgy való neki. Sőt, én azt mondom, hogy manapság nagyon-nagyon sok túlszaporított kutya van, és rengeteg az allergiás kutya, vagy fehérje felszívódási problémás, és egyéb problémák előkerülnek, és pont emiatt tökéletes lenne a bar, hogy kiszűrjük azokat, hogy mik azok, amikre allergiásak. Tehát a tápok, a hipoallergénnek nevezett tápok tele vannak gabonával, és ez a hasnyálmirigy ilyen keresztül szívódik fel, amit ö, rettentően megterheli a kutyáknak a, a, a gyomrát, a beleit. Hat éve kezdte ezzel a módszerrel táplálni magyar agárfajta kutyáit Nagy Katalin. A négy lábú folyamatosan bélgyulladással küzdött de a bárfos etetésnek köszönhetően szinte rögtön megoldódott a probléma. Ezek után Katalin számára nem is volt kérdés, hogy második kutyájának ugyanígy alakítja az étrendjét. Bármilyen tápot vettem neki, valami hétféle táppal próbálkoztam, mindegyik jó minőségű volt, és mindegyiktől újra és újra kiújult a bélgyulladása, és akkor ajánlották, hogy próbálkozzak a barfal, hogy hát, hogyha az össze fog jönni, és mintha elvágták volna, ahogy megkapta az első nyers húst, már másnap jobb volt a helyzetünk, és így kezdődött el, hogy elkezdtem neki, neki jobban utána járni, hogy pontosan mit, hogy merre meddig. Majd lett egy újabb magyar agaram, és őt már egyértelműen 10 hetes kora óta nyers hússal letetem. A nyers tápanyagokban megtalálhatók a vitaminok, az ásványi anyagok és az aminosavak. Ezek mind javítják az állatok emésztését, és erősítik az immunrendszerüket. Két mérkőzést is játszott a hétvégén a Sörgyár, a kanizsai férfi asztali teniszezők MB3-ban szereplő gárdája a Pécsi Tüke csapatát fogadta, míg az MB2-es délzalai legénység a Peac harmadik csapatával mérte összetudását. Előbbi párosítás végeredménye 5-13 lett míg az utóbbit 11 hétre hozni tudták a kanizsaiak. Az MB2-es meccs nem ígérkezett könnyűnek a hazaiak számára, hiszen a legutóbbi bajnokot fogadták a sörgyáriak. Jakab Fimra a sportegyesület elnöke elmondta, már a rangadó előtt a második helyen állt a csapata, de a győzelemmel még inkább megszilárdították a pozíciójukat. A szombati mérkőzést Berdár Biherc vég nagy zborai összeállításban kezdték a kanizsaiak. 8-1-es állásnál cserére is volt lehetőségük, így Berdán Norbert helyett zborai a, a sörgyárjak egy vereséggel és hét győzelemmel állnak, így kimondottan cél a bajnoki cím megszerzése. Nagy tervünk, hogy ősszel vagy tavasszal visszavágjunk a Dunajú városnak és megszerezzük az első helyet, szeretnénk bajnokok lenni. Ehhez igyekszünk például a lányok segítségét, nagyon jó női pingpongosaink vannak a mai meccsen végzsuzsi segít be a fiúknak, és eddig, eddig nagyon jól szállt be, hisz párosban is nyertünk. Megcélozza a párizsi részvétel Izborai Gyula négyszeres paralimpikon. A sörgyárjátékosa a Tokiói játékokon egyéniben nem jutott tovább a csoportjából, míg párosban az ötödik helyen zárt. Bár az ötkarikás megmérettetés után ő és csapattársa Csonka András is úgy gondolta, befejezi az aktív játékot, de a szövetségi kapitány mindkettőjüket meggyőzte a folytatásról. Nem éppen olyan fogadtatás várt a kanizsánz Borai Gyulát, mint ami erre az olimpiai részvétel után számított. Erről is beszélt a válogatott asztali teniszhező Szertár című sportmagazinunk legutóbbi adásában. Az 59 éves sportoló nemrégiben több nemzetközi versenyen is részt vett, hiszen úgy döntött, belevág az olimpiai felkészülésbe. Amennyiben sikerül a megfelelő számú pontot összegyűjteni a kanizsai parasportolónak a kvótához, úgy 62 évesen állhat asztalhoz Párizsban. A teljes beszélgetés visszanézhető a Szertár a YouTube csatornáján. A helyre helyrehozzam, lehet, hogy meg kell műtetnem, de lesz időm fölkészülni a Párizsi Olimpiára. Nem adom fel. Vártam a választ, igen. A szövetségi kapitány, őszinte leszek, én beszerettem volna fejezni. Tehát annyira rossz a csípőm, hogy azt mondtam, hogy köszönöm most ez. A csúcson úgy tehát hogy kiutottam, nekem az nagyon elégedett voltam ezzel. A szövetségi kapitány azt mondta, hogy ne vicceljek, jól játszottam. Ne, ne tegyem le magam ennyire, hogy, hogy nincs szanszom, Három év már csak, húzzuk ki. De hozzáteszem, hogy a csapattársam is beszerette volna fejezni, mert ő is nagyon a COVID miatt maga alatt volt. És akkor mi is leültünk egymással beszélgetni, hogy most hogyan tovább, és akkor úgy döntöttünk, hogy megpróbáljuk mind a ketten. Híradónk végén nézzük még egyszer a legfontosabbakat, egy-egy mondatban. Mentőhelikopter a Balatoni utcán nem sikerült megmenteni az idős férfi életét. Horgász értékelő, eredményes évet zárt a tógazda. Stop drágulás, csökkenteni az alapvető élelmiszerek áfáját a jobbik. Ez volt a Kanizsa TV híradója november 30-án kedden. Híreinket megtalálják honlapunkon a kanizsatv.hu oldalon, valamint megtalálnak minket a Youtube-on, a Facebookon és az Instán is. Köszönöm, hogy velünk tartottak, viszontlátásra!